Sziasztok! Hát, hogyha már így összeakadt a tekintetünk, akkor engedjétek meg, hogy megköszönjem, hogy ilyen sokan szeretitek a Saft Király sorozatot és az ott elkészült ételeket is. Úgyhogy, ha már ilyen sokan vagyunk, akkor engedjétek meg, hogy ebben a mai részben is egy igazán szaftos ételt csináljak, és ez nem lesz más, mint egy 100 sörös sertés ragú. Készítek hozzá egy kis kakukkfüves nokedlit, és káposzta salátával fogom tálalni. Ez az étel igazából egy pörkölt, de mégse. Ugyanúgy fogom indítani, mint a pöcőket. Sertészsíron lepirítom a nagyobb darabokra vágott húst, utána pedig készítek egy hagymás alapot, hagyma, fokhagyma, annyi csavarral, hogy teszek hozzá répát és zellert is. Szóval akkor most kezdem a hús megtisztításával és feldarabolásával. A húst az több részletbe fogom lepirítani, ugye éppen azért, hogy szépen piruljon és ne párolódjon. Azt javaslom mindenkinek, hogy egy olyan edényt válasszon, amibe jól el tud terülni a hús és majd utána a hagyma is. Ha ilyen nincs, akkor tényleg fontos, hogy több részletbe legyen a pirítás. Na, mivel a hús felszívta az összes zsiradékot, most pótolom, aztán lepirítom a zöldségeket is, és visszakerül a hús is az öntött vasedénybe. Nagyon fontos, hogy a húst erős lángon pirítsuk, a zöldségeket viszont közepesen. Fokhagymát majdnem elfelejtettem, de szerencse, hogy van itt gógy, és eszembe jutott. Szépen megdínsztelődtek a zöldségek, fontos, hogy dínsztelődött, ugye nem mindegy, hogy dínsztelünk valamit, vagy pirítunk. Most fölkapcsoljuk a hőfokot, hogy piruljanak a dolgok, és akkor teszek hozzá paradicsompürét, fűszerköményt, egy evőkanál cukrot, egy pici balzsamecetet, hogy még pikánsabb legyen a végeredmény, és babérlevelet is. Mesés alapunk meg is van, most visszateszem az öntött vasedénybe a húst, felöntöm a sörrel, ha kell, akkor még egy pici vízzel pótolom, és most jön a csavar. Teszek a tetejére két szelet rostkenyeret, ami még pikánsabbá varázsolja a végeredményt. Nagyon fontos, hogy ezt az ízbombát, annak ellenére, hogy ez nem bomba, hanem egy soft, ezt nehogy kihagyjuk, menjen ez is bele a lábasba. Már majdhogy nem hátradőltem, amikor Olivier felhívta a figyelmemet erre a gyönyörű csokor virágra, hogy mit fogok vele kezdeni. Hát olcsókám, ezúton is köszönöm, ez nem virág, hanem zeller zöld, természetesen ebből is teszek bele. Lefedem, és amíg készre fő, addig van időm elkészíteni a nokedlit és a kápisalit is. A nokedlihez egy tálba öntöm a lisztet, hozzáadom a tojást, a vizet, sót, és ugye mivel kakukkfüves nokedlit ígértem az elején, természetesen a kakukkfüvet is. Nagyikám a 60-as Roland Garroson még ezzel nyeste a fonákokat, de hétvégén hazalátogattam, és elhoztam az ütőjét, úgyhogy bocs, Nagyi, hogy hétvégén nem fogsz tudni menni edzeni. Zsolti, mit csinálsz? Oké, okay, csak hogyha nem fogom meg, és belerakom a tésztát, akkor elbillen. Egy klasszikus káposzta salátát gondoltam az étel mellé, pofon egyszerűen fogom elkészíteni, vékonyra felszeletelem a káposztát, lesózom, hogy pici levet eresszem, kinyomkodom, és egy ecetes, cukros, vizes sós keverékbe fogom beletenni. Amíg elkészítettem a káposzta salátát és a nokedlit, és mondjuk olival is pekíztem egy picit, ez idő alatt megpuhult a hús, úgyhogy kiveszem a nem odaillő dolgokat, a kenyeret, a babérlevelet, a zellerzöldet, a húst, és igazából tálalok. Ja, nem, előtte egy kocka vajat még dobok bele. Szóval így készül az én szaftos, száz sörös sertésragúm, nagyon nehéz név. Remélem, hogy tetszett a recept és a videó is, és el fogjátok készíteni, szerintem nem fogjátok megbánni. És higgyétek el, hogy azért az a kenyér, ami rajta főtt, az se fogja megúszni, mert azt is meg fogom enni. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornáinkra, kövessetek minket mindenhol, Facebookon, Instagramon, TikTokon, ahol csak lehet, kivéve az utcán. Találkozunk még, sziasztok!